Hatodik alkalommal rendezi a török bálinti ifjúsági önkormányzat, vagyis a TIFO, az immár hagyományos TIFO napot, vagyis ifjúsági és sportnapot. Ezúttal a mögöttem lévő látható Zimándi Ignác általános iskolában második ízben. Most idén a 6.-7. osztályosok mérhetik össze a tudásukat számos sportágban, illetve elméleti tudásban. A rendezvény értékét, súlyát növeli, hogy a polgármester Elek Sándor nyitotta meg. Nézzünk bele a rendezvényekbe. Nagyjából fél időben vagyunk a török bálinti ifjúsági és sportnapon a Zimándi Ignác általános iskolában. Az egyik főszervező, Telegdi Ákos sportreferens, hogy érzi magát, hogy érzik magukat a srácok? Én úgy érzem, hogy a hangulat kiváló, mi is nagyon jól érezzük magunkat. Nagy volt az előkészület, de szerencsére nagyon nagy csapat önkéntesek jöttek össze, már az gimnáziumból, idősebb korosztályból, hogy segítsék a szervezők munkáját, és így közösen, közel 25 fővel megszerveztük ezt a mai eseményt, és ahogy mondtad, igen, fél időn járunk, sportversenyek, szumózás, rodeószörf, íjászat és elméleti feladatok is várják a versenyzőket. Hányadik ilyen szervezés ez? Ez a 6. török bálinti ifjúság és sportnap, ami nagy örömünkre szolgál, hogy az első alkalmat is itt a Zimándi csarnokba tartottuk, és hát próbáljuk felosztani itt török bálinti létesítmények között, hogy mikor hol tartjuk, ne csak egy helyen legyünk. Most 6. alkalommal visszatértünk itt a Zimándi csarnokhoz, és azt hiszem, hogy eddig egyik legjobban sikerült sportnapot hoztuk össze. Milyen szempontok szerint válogatjátok ki azokat a sportágakat, a szumozástól, az íjászaton keresztül, amikre a legnagyobb érdeklődés van? Hát próbáljuk figyelme venni ugye a célcsoportunknak, a 6-osok, 7-esek kívánságait, illetve hogy ők milyen eszközöket próbálhatnak ki itt ezen a napon, amiket általában a hétköznapokon, egy tornaórán, vagy esetleg bármelyik ilyen vursliban, falunapon esetleg nincs lehetőségük kipróbálni. Ezeket az eszközöket rakjuk össze, hogy érdekes legyen számukra, és hogy élvezik a játékokat. 6.-7-eseket említettél, a 8-osoknak, vagy az 5-től lefelé tanulóknak nem vérzik a szíve ilyenkor, hogy kicsit mozognának, versenyeznének, szórakoznának? Tekintve, hogy ez már a 6. alkalom, tehát már volt előtte pár alkalom, a 8-osok tudják, hogy miről szól ez, és hát volt alkalmuk ezt kipróbálni. 5-eseket meg már várjuk jövőre. Itt van valami díj, vagy pusztán a játék, a verseny öröméért vesznek részt a diákok? Törökbálinti vállalkozásokat, illetve cégeket kerestünk meg, hogy támogassák rendezvényünket esetleg nyereményekkel. Most a díj, a fődíjat a Tomati étterem biztosítja nekünk, amit a nyertes osztály egy egész osztálynak szóló étkezést, ebédet biztosít nekik, illetve az Izgilentől, szintén Törökbálintról, oda is az osztály elmet is kipróbálhatja az eszközöket, játékokat, illetve Törökbálinti Ósán kínált föl sporteszközöket, amiket szintén a nyertes osztályok között osszuk el. Bolyos Anna TIFO elnököt éppen egy foglalkozás vezetéséről hívtuk ki. Nagyon lelkesnek tűnnek a diákok. Ahogy belehallgattam, sporttal kapcsolatos elméleti kérdéseket tettél föl nekik, és ebben mérték össze a tudásukat. Mennyire tájékozottak? Most úgy tűnik, hogy kicsit megilletődtek, mert az első feladatnál fényképről kell felismerni a sportolókat, és hát nem nagyon voltak képbe vele, még azokkal, akik a tavalyi olimpián voltak, úgyhogy egy kis segítséget körbeírtam a sportot, ennyit tudtam hozzátenni. De, de azért erősíts meg, hogy nem a gyeplabda olimpiai bajnokokat mutattátok, tehát ennél ismertebb sportolókról volt szó. Nyilván megpróbáltuk hát számunkra is a legismertebb, meg a Szilágyi Áron vagy hasonlók, tehát akik tényleg láthatjuk a tévében, a médiában. Ilyeneket. Ennél azért talán fontosabb az, hogy mik az egyes sportágoknak a szabályai, amelyek csakrá vonatkoznak. Ebben mennyire ügyesek? Hát az most éppen most zajlik, az, hogy a szabályokról ismerjék föl. Szerintem ez már jobban megy nekik, mert ugye a kulcsszavakat kiemelve azért föl lehet ismerni, meg hát nem csináltuk azért olyan nehézre. Ez a 6. sportnap, amit ti szerveztek itt Török Bálinton, ebből a 5 most már 6. alkalomból mit lehet leszűrni? Mennyire szeretik a sportot a mai általános iskolások? Mennyire ismerik a sportágakhoz kapcsolódó szabályokat? Olyan visszajelzések jönnek, hogy nagyon várják mindig, ezt tifónapnak hívják az iskolákban minden évben. Az elméleti rész csak pár éve van, úgyhogy ebben
mi is formálódunk, hogy mi az, amit beletegyünk, mi az, ami nehéz, mi az, ami nem, de jól szokták venni az akadályokat, ugye a sportversenyre szoktak készülni is előre, főleg, hogyha megadjuk nekik, hogy miben kell. Most idén nem volt olyan, amire előre kell készülni, úgyhogy ez most mindenkinek most kell itt elővenni a tudását. Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik, egyre többen jönnek, meg egyre több ugye az iskolákban is a csapat, úgyhogy egyre több fővel kell számolnunk is, és úgy gondolom, hogy reméljük még többen lesznek jövőre. A mindennapos testnevelésnek, illetve hát ezen túlmenőleg a ti tevékenységeteknek köszönhetően javult valamelyest a helyi fiataloknak a sporthoz, a sportoláshoz, a mindennapi testmozgáshoz való viszonya? Hát remélem, hogy igen, mert ugye, Törökbálinton is most épültek ezek az új sportpályák, ott is mindig látom, főleg most a jó idővel, hogy egyre többen vannak kint, meg hát próbáljuk őket rávenni arra, hogy miért is jó. Főleg, hogy a csapatban szerintem ott a közösség miatt még inkább motiváltak.